Ó, nagyon impozánsak ezek a kutyák. Milyen fajták? Kovaszok. Milyen jó ebben a kutyafajtában? Hát a kovasz ugye egy ősi magyar pásztorkutya fajta, ugye ebből kifolyólag ugye a családot és a család értéktárgyait az életárán is megvédi. Bátor, magabiztos fajta, félelmet nem ismeri. Tehát ugye, aki egy ilyen kutyát választ, azért nem kell attól félnie, hogy esetleg bárki olyan, aki veszélyt jelentett rá, akkor ugye az el is éri a célját, megvédi a gazdáját és annak a értéktárgyai családját. Nagyon játékos a gyerekekkel ellenben. Családban szél tényleg egy mackó, de kifele, amikor úgy reagálnak, amikor valami támadást érzékel a gazda iránt, akkor ő is úgy reagál, megvédi. És mi a kihívás, hogyha valakinek egy ilyen fajta kutyája van? A kihívás most például pont ez a kiállítás, a kovasznak meg a pászakutya fajtáknak ez a legnagyobb kihívása, mert nem ez a természetes közeg. És ugye ebbe beszoktatnék ebbe az urbanizált közegbe, nagyon nehéz. És ugye itt, hogy a kutya úgy viselkedjen, hogy maga biztosan, mint például kinn a legfelén vagy otthon a háznál, ez azért elég nagy kihívás tud lenni, de idővel és türelemmel elérhető.